Ez a munkánknak az értelme. Minisztérium az szolgálatot jelent egyébként latinul, tehát a magyar kultúrának a szolgálata és annak a megerősítése a jelen nemzedékben és a jövő nemzedékben, hogy kultúra nélkül nem tudunk élni, anélkül csak vegetálunk, hiszen az életünknek a minőségét a nyelvünk adja, az érzelmeink, a gondolataink adják, az a művészi önkifejezés, ami ennek a közösségnek a saját önmeghatározása, az identitása, és ebben a napban, a himnusz születésnapjába bele van sűrítve mindez. Az, amit egyéni alkotók tesznek hozzá a közösség kultúrájához, amit közösségek átvesznek, ebből megvalósítanak, és ez mindenünk számára olyan, mint a tiszta forrásvíz. Ezt a szomjúságot szeretnénk életbe tartani ezzel a nappal, és mindazzal az eszközzel, amit a túlkülön támogatására fordítunk. Ma a Márai Sándor és Csokonai díjakat adtunk át. A Márai díj az Kontra Ferencnek jutott a Délvidéken. Egy olyan kisebbségi sorban élő alkotó, prózaíró, akiben benne van az, ami Márai Sándort is olyan naggyá teszi a zsenialitásán, a géniuszán túl természetesen, az, hogy egy olyan soknyelvű közegben őrzi a magyar identitását, és van szellemi kapcsolatban az őt körülvevő egyéb nyelvi környezettel, ahogyan ezt Márai Sándor is tette, és amivel nagyját tette Kassát, és tulajdonképpen Európa kulturális fővárosává tette.